Bizonyára te is hallottál már róla, hogy egyre több szülő iratja gyermekét szlovák iskolába annak reményében, hogy az így jobban tud majd érvényesülni. Mi annak szeretnénk utána járni, hogy ez valóban így van-e. Kérlek, mutatkozz be pár mondatban, hogy jobban megismerhessünk. A nevem Kovács Péter, én Garam-Szentgyörgyön születtem, per pillanat Fegyverneken élek. A lévai magyar tannyelvű iskolába jártam, alapiskolába, oviba Garam-Szentgyörgyön, aztán középiskolába egy lévai szlovák tannyelvű gépipari középiskolába jártam, végül a tanulmányokat a Szlovák Technikai Egyetemen végeztem. Sokan azt hiszik, hogy jól fizető állást csak ismerősökön keresztül lehet szerezni. Áruld el, hol dolgozol, és téged melyik családtagod juttatott álláshoz? Hát a családtagon keresztüli állásba juttatás az nálunk kimerült azzal, hogy az egyetem elvégzése után szüleim úgymond faron billentettek, és kiadták az ultimátumot, hogy menjek és keressek munkát. Tehát abszolút nem családtagon keresztül helyezkedtem el. Az első munkahelyem az egy felvidéki székhelyű informatikai cég volt, ahol szoftverfejlesztéssel foglalkoztunk. Ott 2 évet dolgoztam, a következő munkahelyem is szintén egy szlovákiai székhelyű szoftvercég volt, ott már 6 évet dolgoztam, és jelenleg egy budapesti székhelyű magyar tulajdonban lévő informatikai cégnél dolgozok, mint üzleti elemző. Hát azt hiszem, hogy ilyen állás után sokan irigykednének. Mi volt az, ami miatt téged választottak, és nem más képzett embert? Jelentkeztem rengeteg állásinterjúra. Mivel magyar alapiskolába jártam, így jelentkeztem Pestre is, Pozsonyba is, míg végül rátaláltam erre a újvári székhelyű informatikai cégre, ahol rengeteg kliensük magyarországi volt, és így nagy előnyt jelentett nekik az, hogy én anyanyelvi szinten beszélek szlovákul is és magyarul is. Tegyük fel, hogy szlovák iskolába jártál volna, ez mennyire befolyásolná az életed? Ott tartanál, ahol most vagy? Hát azt, hogy mi lett volna, ha szlovák iskolába járok, ezt most nem tudom megmondani. Viszont amit meg tudok mondani, az az, hogy én nagyon boldog ember vagyok, és ehhez a magyar alapiskola sokkal hozzájárult. Mit üzensz azoknak a szülőknek, akik döntés előtt állnak? Magyar iskola vagy szlovák iskola? Sok magyar szülő fél attól, hogy magyar iskolába írassa gyerekét, mivel fenn van az a aggályuk, hogy a szlovák iskolából kijövő gyerekeknek könnyebb lesz a szlovák egyetem. Viszont az én példámon tudom bizonyítani azt, hogy ez nem így van. Így mindenképpen azt tartom jónak, ha egy magyar anyanyelvű gyerek magyar iskolába jár.